Praise the Lord, halleluja, dicsőség az Úrnak, dicsőség az Úrnak. Thank you, you may be seated. Köszönöm, leülhettek. Hallelujah. Hallelujah. How many of you here are hearing me for the first time? Hányan vagytok itt, akik először hallottok engem? Let me see you. You're hearing me for the first time. Akik először hallanak engem. Very good. Okay, nagyon jó. So that means I'm likely to surprise you. Akkor megleptelek titeket. With many things. I want to discuss some things with you today. Szeretnék ma valamiről beszélni veletek. And I'm going to try my best to be slow enough. És megpróbálok elég lassú lenni. You can hear everything I've got to say. Hogy mindent megértsetek. Because the word of God is so important. Mert Isten igéje nagyon fontos. The word is important. Nagyon fontos. And you Isten igéje. That are watching from home, maybe you're watching és akik on your device, otthonról vagy eszközökről. On your computer, komputeretekről, wherever you're watching. A televíziótokról. This is very important for you today. Nagyon fontos ez ma számotokra, nagyon fontos. Tehát próbálj meg figyelni erre az üzenetre. Próbálj meg nagyon figyelmes lenni. Azt mondtam, hogy Isten igéje fontos. De mi az ige? Mi az ige? Tudjátok, azt mondjuk embereknek, hogy tanulmányozd Isten igéjét. Cselekedj a szerint, higgy benne. Receive the word, fogad be live az igét, the word. Élj az ige által. All these things, but ezeket mondjuk. Have you ever thought about it? De gondolkoztál már azon, hogy mi Istennek az igéje? So I'm going to begin with you that are in the studio. Let me find out what you think the word is. A stúdióban ezzel fogom kezdeni veletek, hogy mi Istennek az igéje. Can I find out from you? Yeah, I'd like to know. I'd like to know what you think it is. Mit gondoltok erről? So just at random. I need a microphone. Szükségem van egy mikrofonra. I want to have you talk. Mert ti fogtok most beszélni. What is the word? Mi when az Istennek az igéje? Study the word, amikor azt mondjuk, hogy tanulmányozd az igét, tanulj belőle, éld meg, cselekedj általa. Mi Istennek az igéje? Okay, I know you're going to give me a church answer, but okay, tudom, hogy gyülekezeti szinten akartok válaszolni, de oh, thank you. Hol van a mikrofon? Ó, köszönöm, kérlek, gyere. Hogy kezdjük az úriemberrel ott? Mi az ige? Mondd el nekünk. The word is az ige, maga Isten. It is his heart. Az it is his szíve. Method of transmitting himself a módja, hogy felé okay, közvetítse so, önmagát. Köszönöm, ez so nagyon gyönyörű. So when we say study the word, how are you going to study that? Amikor azt mondjuk, hogy tanulmányozzuk az igét, hogy fogjuk tanulmányozni. Ez egy nagyon jó, de adjuk oda ennek az úriembernek is a mikrofont. Igazság. Az ige igazság. Igen, köszönöm. Mit gondolsz te erről? The word is the heart of God, the mind of God, the way he thinks, mutatja meg a gondolkozás módját, the way he ahogy beszél, thinks, his agenda, his heart. Az ő terveit, thank az ő szívét mutatja meg. Köszönöm right, let's szépen. Oké, okay, most erről az oldalról nézzük, és egy hölgyet kérnénk. Vele kezdjük. Mi Istennek az igéje? His name. Ez az ő neve, Jesus, Jézus Krisztus, a jelenések 11, ezt that's mondja. Wonderful. Ez csodálatos. So, let's move over this way. Adjuk tovább a mikrofont erre az oldalra. Itt van egy yes. hölgy. Igen. The word is az ige, a Biblia. That is his a szavai mind, his hozzánk, heart. Az ő gondolatai, it's the Bible, and we can az ő szíve. That's a beautiful answer. Kinyithatjuk a Bibliát, és olvashatjuk. Ez gyönyörű. Válasz, még nem volt rossz válasz. Okay, just one more. Csak még egyet. That's right. Yes, that's right. That's you. Igen, the word te. Is his mind and heart. Az ige az ő gondolatai, az ő szíve, szeretete és ereje, word, ami megnyilvánul az írott igébe. Jézus
az ige. Megmutatja az ige az ő akaratát és gondolatait. Amiket mondtatok, gyönyörű, hogyha megkérdeztelek volna téged, hasonlót válaszoltál volna. De szeretnék egy definíciót adni, mert senki nem adott definíciót. Tehát írd le ezt, a definíciót is mellé írd, Pásztor Kriszt. Hogyha bármikor kérdésed van ezzel kapcsolatban, tudod, hogy mi válaszolja meg a kérdésedet. Okay? All right. I want to give you a definition of the word. Szeretnék egy definíciót adni az igéről. Except and unless you know what the word is. Mert hogyha nem érted meg, hogy mi Isten igéje, nem tudod, mit várj tőle. You don't know what to use it for. Nem tudod, mire használd. You cannot have a general concept of the word. Nem lehet egy általános elképzelésed az igével kapcsolatban. Nem élhetsz feltételezések alapján. A legtöbb ember feltételezések alapján éli az életét. Feltételezi a dolgokat. Feltételezi. Az ennek az oka, hogy felnőttek az emberek egy általános gondolkozásmód alapján Isten igéjéről és Istenről. Tehát minden válasz jó és gyönyörű, de szeretnék adni nektek valamit, ami segíthet nektek. Oké, okay. Legyetek készen, hogy leírjátok ezt. Az ige Istentől származó olyan üzenet, amely megmutatja és kommunikálja felénk az ő munkáját, akaratát, gondolatait, terveit, céljait és meggyőződéseit, hogy az embert egy kapcsolatba tudja bevonni szeretetben, szeretet által. Did you get that? Értitek ezt? I'll do it one more time. Még egyszer meg is so you can correct whatever you got. Javíthatjátok, ami le lett írva. Is that message from God? Az ige Istentől származó olyan üzenet, ami megmutatja vagy kommunikálja felénk az ő munkáit, akaratát, gondolatait, terveit, céljait és meggyőződéseit. To bring man into, hogy az ember egy vele való kapcsolatba tudja belevonni szeretetben, szeretet által. It's a long one, right? Hosszú, ugye? Okay, I'm sure you got that. Okay, hiszen megértettétek. It's his message of truth. Nincs még vége. Ez az ő igazságának üzenete. With the content. Ami azzal a tartalommal és erővel van felruházva, to build his image, amely fel tudja építeni az ő képmását, into the life of the hearers, azoknak az életében, akik hallgatják. Ez tartalmazza a testélet Krisztus kinyilatkoztatását, rendelkezéseit, tökéletességét és iránymutatásait. Then you add this to it. És még ezt hozzátatjátok, hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Okay. Now just in case you lost that second part of it. Csak abban az esetben, hogyha elveszítetted volna a fonalat a második résznél. It's his message of truth. Ez az igazságnak az üzenete,
azzal a tartalommal és erővel bír, hogy felépítse az ő képmását into the life of the hearers. Annak az életébe, aki hallgatja. Its content is the embodiment tartalmazza of Christ's revelations, a testélet Krisztusról való kinyilatkoztatást, rendelkezéseit, tökéletességét and instructions, és iránymutatásait. Then the concluding part is a verse of the Bible, you know that. És az utolsó rész, amit idéztem, az egy igevers. Hányan értettétek meg, amit mondtam? Köszönöm. Ez a definíció segíteni fog neked, of the scripture, hogy legyen egy elképzelésed Istennek az igényéről sokkal magasabb szinten az átlagos elképzeléstől. Your approach to the word, a te megközelítésed az igéről más lesz. It will not be a general approach. Nem lesz általános megközelítés. It'll be different. Hanem más lesz. You know, sometimes I think about how néhányszor gondolkoztam azon, many Christians live. Because hogy élnek keresztjének. Mert a legtöbb nem tudja azt, hogy mit jelent keresztjének lenni. Vagy ki a keresztjén? If you don't have the right concept of God's word, hogyha nincs helyes elképzelésed Isten igéről, akkor elveszíted annak a jelentését, hogy ki az igazi keresztjén. És vannak sokan, akik keresztjének, de nem élnek keresztjén életformát. Who is a Christian? What life should he live? Ki a keresztjén? Milyen életet kell élni? Mit jelent keresztjénnek lenni? Hogyha tanulmányozod a Bibliát, akkor le fog sokkolódni azért, amit ott találsz. Amikor tanulmányoztam én az igét, felnőttem a gyülekezetben, az egész életemet gyülekezetben töltöttem. Tehát mindig a Bibliáról volt szó. Az én szüleim felolvasták nekünk a Bibliát otthon. Imádkoztunk. Tudod, olyanok voltunk, mint egy keresztény család. De amikor elkezdtem önmagam tanulmányozni az igét, akkor követeresztettek a lábaim. Lesokkolódtam. Now mark you, I was in a church that believed in the Bible. Én gyülekezetben voltam, és hittem a Bibliában. Having the Holy Ghost, Pastor Armando, how are you? Good to see you. Pastor Armando, hogy vagy? How are you? Pastor Sandra, hogy vagy? Hello. Jó benneteket látni. Hello. I seem to recognize more people here. Wonderful. Csodálatos. Yeah. You know, the church believed in the reality of the Holy Spirit, the ministry of the Holy Spirit, speaking in tongues, a gyülekezet hitt a Szent Szellem valóságában, a nyelveken szólásban. Old fashioned Pentecostalism. Ez egy ódivatú pünkösdi gyülekezet volt. Which of course was a misnomer, because I often wondered why the Pentecostals called themselves Pentecostals. Because when you study the Bible, you wonder why. Because on the I've asked Pentecostals, I said, why are you called Pentecostals? Because we believe in the Holy Ghost. Mert hisz a Szent Szellemben. And you got the wrong name then. Korosz nevet választottatok, azok, akik nem ünnepelték a pünkösdöt, azok fogadták a Szent Szellemet. A pünkösdi ünneplők kint voltak, ők nem fogadták a Szent Szellemet. It was the 120 believers, hanem volt 120 hívő, aki a felházban volt, aki nem ünnepelt a pünkösdöt. Ők kaptak Szent Szellemet. Tehát hogy tudják magukat ezekről elnevezni a pünkösdiek, akik nem kaptak Szent Szellemet? Borzasztó. Ez csak megmutatja neked, ez a probléma már régóta létezett. Régóta hallunk dolgokat, amikről azt hiszük, hogy a Bibliából származnak, de soha nem voltak ott valójában. Soha nem. Például hallottad, hogy amíg ebben a testben vagyunk, bűnt fogunk elkövetni. Igen, hallhattad már ezt. As long as we're in this body,
amíg testben élünk, tökéletlenek leszünk. And it's so common. És ez annyira általános, hogy azt hiszed, hogy a Bibliából származik. No, you think it's coming right from the book. Te azt hiszed, hogy ez közvetlenül a Bibliából származik. Tehát mindig csak küzdködünk, hogy elérjünk egy hiú tökéletességet. Tudjuk, mielőtt elkezdjük, hogy soha nem fogjuk elérni a célt. Akkor miért kezdjük el? Csak küzdködünk. Közel akarunk kerülni hozzá. Honnan tudjuk, hogy közel vagyunk-e, ha nem tudjuk a célt? Honnan tudom meg, hogy legyek tökéletes, ha nem tudom, mit jelent Krisztusban való tökéletesség? Soha nem fogom elérni reménytelen küzdködés. Honnan származik ez? Azt mondják, Pastor Chris. But that's normal. De ez normális. Mi a normális? What was normal about Jesus? Mi volt normális Jézusban, az ő elképzelése? His life, az ő élete, ami telve volt csodákkal és természet fölötti jelekkel. Mi volt normális Jézusban? Az ő halála? Megparancsolta szavaival a halálát. Mi volt normális Jézusban, az ő feltámadása? Or was it his ascension? Vagy az ő mennybemenetele? Tell me what was normal about Jesus. Mi volt normális? So, mondd el nekem. A life. Tehát without purpose. Sokan célok nélküli életet élnek. And this is the reason some become Christians. És ez az oka annak, hogy sokan keresztjénné válnak, és egy ideig mennek az úton, de azt mondják, hogy nem tudok tovább menni, nem működik, őszintén próbálnak lenni magukhoz. Küzdködök, nem tudom miért. És aztán feladják, és mi azt mondjuk rájuk, valami baj van velük, mert azt várjuk, hogy egy olyan úton menjenek, ami a semmi felé vezet. Valaha vettél jegyet a senki földjére? De sok ember ilyen életet akar élni. Tehát mit mond Istennek az igéje? Elmondtam, először is meg kell tudnod, mi Istennek az igéje. Aztán tudod, hogyha hallasz valamit, összhangban van-e az Isten igéjével, mert amíg nem tudod, mi az ige, nem tudod, mi van összhangban vele, és mi nincs. Értelmezned kell magad számára, mert az életben tudnod kell, mi van összhangban Isten igéjével, és mi nincs. Valami úgy hangzik, mintha Isten igéjéből lenne. Igen, ez jól hangzik. Például, amiről beszéltünk. Ó, soha nem leszünk tökéletesek. Felejtsük el. Amíg testben élünk, bűnözni fogunk, hibákat fogunk elkövetni, el fogjuk rontani a dolgokat, tökéletlenek leszünk. Igen, igen, így lesz. Mert mindenki bűnözik. Igen, igen. Ezt gondolod? A te életedet másokért akarod élni? You're living your daily life and you're thinking you want to impose your sinful life on everybody else. Hogyha te hibákat követsz, mindenki hibákat fog elkövetni. Valahogyan. Ez a tudatalattiban létező dolog. Tudod, az embereknek nincs fogalma a bűnről. Mit mond Isten a bűnről? Itt kezdődnek a dolgok. Mi a bűn? Tudod, mi a bűn? Mi a bűn? Tudod valójában, mi a bűn? A kérdéseket, amiket felteszek nektek, szeretném, ha ezeket tanulmányoznátok. A Biblia azt mondja, tanulmányozzuk az igét, tanulmányoznod kell. Ha nem tanulmányozod, nem fogod önmagad felismerni ezeket a dolgokat. Szeretném, ha te ismernéd fel, mit mond ezekről az ige. Amikor felismered, nagyon izgatottá válsz, táncolni fogsz, kiáltozni, és soha nem lesz vége ennek. Mert folytatódni fog ez a fokozott öröm. Ezt teszem, és ugyanolyan izgatott vagyok ma, mint régen. Csak egyre jobban és jobban. Minden alkalommal. Dicsőség az Úrnak. Ez fontos.
I like to ask people, what did Jesus Szeretem megkérdezni az emberektől, miért jött el Jézus? Azt mondják, azért jött el, hogy megváltson a mi bűneinkből. Igen? Hogyha ennyi, amiért eljött, akkor megbukott, mert az ember még mindig vétkezik. What did Jesus come to do? Miért jött el Jézus? Now, whatever he came to do, bármiért jött el, befejezte. That's important. Ez fontos. Whatever you say he came to do. Elvégezni, bevégezte? Működött? Sikeres lett? Rendben, még mindig itt vagytok? Látom, hogy csöndben vagytok. Like, go és azt mondjátok Pastor magatokban, Chris. Gyerünk, Pastor Chris. You're just nodding your head. Yeah. So, sort of like an identity a legtöbben személyiségi krízisen mennek keresztül. Nem tudják a legtöbben, hogy kicsodák. Christianity is a living thing. A kereszténység egy valóságos dolog. Minden nap az életedbe telve lehetsz örömmel. Én telve vagyok örömmel minden nap. Minden nap. I have no blue days. I'm full Nincsenek of joy sötét every napjaim. Every day. Minden áldott nap telve vagyok örömmel, telve örömmel. Joy unspeakable. That means kimondhatatlan örömmel, leírhatatlan örömmel. And full of glory. És telve vagyok dicsőséggel. Because that's the life he gave us. Mert ezt az életet adta nekünk. Not an assumption. Nincs feltételezés. That's the life he gave us. Ezt az életet adta nekünk. Ugyanezen indok miatt a keresztények betegek, szomorúak, betegek, és doktorokat keresnek, hogy segítsenek nekik. It's amazing. Ez elképesztő. Do you mean Christians are not supposed to be sick? Yes. Úgy gondolod, hogy a kereszténynek nem kellene betegnek lenni? Nem. Nem kellene betegnek lenni. They're not supposed to be sick. Nem kellene betegnek lenni. Well, you say, really? Igen, tényleg? Oh, what's, if you don't get sick, how are you going to die then? Mondja, you're not even supposed to die. Hogyha nem leszel beteg, akkor hogy fogsz meghalni? Nem kell meghalnod. Now, that kind of shakes some people up and they say, ez pár embert megráz. És azt mondja, ha, még soha nem hallottam ilyet az életemben. It's real. It's true. De ez valóság, ez igazság. You know, I've got just a short time today. Tudod, rövid időm van ma. I can only have a discussion with you. És csak egy értekezést folytatok veletek. Bemutatom nektek ezt a témát. Hungry for God's word. Hogy legyél éhes Isten igényére. És tanulmányozd az igét, és ismerd fel, hogy ki Jézus. Ki ez az ember? Ki Jézus? Who is he? And ki what Jézus? Relationship should we have with him? És milyen kapcsolatban lehetünk vele? Ki and Jézus? What have I become because of him? És mi lehetek általa? Ki vagyok én? When you get to know Jesus, you know, amikor Jézust elkezded ismerni, azt mondjuk, Jézus Krisztus Istennek a fia. That's igaz? Beautiful. Perfect. Ez csodálatos, gyönyörű. But what is Son of God? Ő Istennek a fia. What is Son of God? Can I have some better De volume? Mi Istennek a fia? Kaphatok egy kis hangerőt? What is Son of God? Mi Istennek a fia? Isten fia egyszerűen God azt jelenti, Isten flesh. Emberi testben. That's the meaning of Son of God. Ez a jelentése so Isten fiának, Jesus, amikor Jézusról saying, beszélünk, God Almighty became azt mondjuk, a human hogy being. A magasságos Isten emberi lényé vált. So this Jesus tehát ez a Jézus of Almighty God. A magasságos Istennek a megtestesülése, ez Jézus. Question then is, a kérdés az, te, who believe in Jesus, aki hiszel Jézusban, ki vagy te? What is it to be born again? Mit jelent újjá születni? Hogy kezdjem innen? Let's begin from there. Hogy kezdjem innen? You gave your life to Christ. Odaadod Krisztusnak az életedet. És kereszténynek hívnak téged, mert so azt mondod, hogy Jézus Krisztusba hiszel. Hiszel so Jézus Krisztusba, csodálatos. Milyennek az eredménye
a hited eredménye. What was it? What did you get? Mit kaptál? What's your name? Mi a neved? What's your name? Szeretem ezt a fiatal embert. Mi a neved? Good name. Pál. Jó you neved in Jesus. Hiszel Jézusban? You love him. Szereted őt. You believe in Jesus, right? Hiszel Jézusban, ugye? Did you receive anything when you believed? Kaptál bármit, amikor hittél? Did you receive anything when you believed? Kaptál bármit, when amikor you believed in hittél? Jesus, did you amikor receive anything? Hittél Jézusba, bármit kaptál? What did you receive? Mit kaptál? You received salvation. Üdvösséget. From what? Miből? I know, salvation from what? You receive salvation. What were you saved from? Miből lettél megváltva? From yourself and from sin. Magadtól és a bűneidtől. Magadtól lettél megváltva? That's quite interesting, Paul. Ez elég érdekes, Pál. That's quite interesting. Ez elég érdekes. You're saved from himself and from sin. Magától lett megváltva when és you a believed in Jesus, amikor Jézusba hittél. Did you receive anything? Bármit kaptál? Yeah, you're not going to speak Spanish? Oh, Spanish. Spanyolul right. Beszélsz, ugye? You say it in Spanish. Ask him. When he believed kérdezz in Jesus, did he get anything? Tőle, spanyolul, hogy amikor hittél Jézusba, bármit kaptál? Power. He received power. Erőt. Interesting. Érdekes. Have you been hearing me since you've been sitting there? Hallasz engem, amióta itt anybody tűz? Translating for him? Bárki fordít neked? Nem csak próbálja megérteni, amit mondasz. You tell me, when you believed in Jesus. Mondd el nekem, amikor Jézusban hittél. He said, "Oh no, don't ask me." Pastor Chris, ne engem kérdezz. All right. Rendben. So I won't ask you. Nem foglak téged kérdezni. But it's a good question, you know. Thank de you. Tudod, I'm going to ask him. Ez when, jó kérdés. Of course you believe in Jesus, don't you? Hiszel yeah. Jézusba, when you believed in Jesus, amikor did you hittél Jézusba, bármit kaptál? Először is meg akartam érteni, mit jelent a hit, és azt mondtam magamban, meg kell értenem, mi a hit. Mert a hit hozza az engedelmességet és az átváltozásokat. Valamit kaptál ezekből? Mit kaptál? A Szent Szellemet. Érdekes. Érdekes. Lera angus gevra tila grestusos. The word will be transported by the Spirit. Throughout the world. Mindenütt a világon hirdesd és hallani fogják. Ezt mondtam nyelveken. Dicsőség az Úrnak. Praise God. Amikor hittél Jézusba, bármit kaptál? I believe in Jesus Christ. Hiszek Jézusban. Elveszítettem a hallásomat 2017-ben. És Pastor Alfred az én pásztorom Afrikában. És hallottam róla. És amik történtek a csoda alkalmakon, és regisztráltam, hiszel Jézus Krisztusban, kaptál bármit Jézustól? Amikor hittél Jézusba, bármit kaptál? Igen, mit? Egy keresztjén alkalmam voltam, és ateista voltam, és megjelent előttem. Mit kaptál Jézustól? Isten erejét? Power of God? Amikor so, Jézusba hittél, bármit kaptál, did you receive kaptál? Anything? Absolutely. What did you receive? Új szellemet. És az üdvösség reménységét. És üdvösséget. Amit a pásztor mondott, hogy ez a legnagyobb csoda. Wonderful. Csodálatos. Did you receive anything when you believed in Jesus? Bármit kaptál. Christ in you. Amikor befogadtad Jézus okay. Krisztus bennem, ezt kaptam. Mi ez? There's a lot that goes with that. There's a lot that goes with that. Sok minden jár ezzel. See, I could ask you exactly the same question. Ugyanezt megkérdezhetem tőletek is. You have to write it down and ask yourself. És írd le, kérdezz meg magadtól, amikor Jézusban hittem. You know, mit kaptam? Ez egy kérdés, amit a legtöbben tudatosan nem is válaszoltak meg. Sokan
nem gondolkoztak el ezen, és nem tanították őket a gyülekezetben. Ez nagyon egyszerű. A legnépszerűbb igevers, amit tanultunk már, mikor kisgyermekek voltunk a gyerekszolgálaton, János 3:16. Oké, mondjuk együtt, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, bárki, aki hisz ő benne, el ne veszem, ha nem, micsoda, örök élete legyen. Látod? Ez nem lett megtanítva neked, nem értették meg ezt az emberek. Bárki, aki hisz őben, el ne vesszen, hanem örök életen legyen. Nem értették meg ezt az emberek. És hogyha nem érted meg, nem tudsz keresztény életet élni, vallásos életet fogsz élni. Valamit kever a kereszténységgel, de nem a kereszténység. Valószínűleg úgy énekelsz, mint ők, úgy imádkozol, mint ők. És csodákat akarsz kapni, mint ők. És áldást akarsz nyerni, de nem tudsz keresztény életet élni. És látod sok gyülekezetbe, a pásztor nem ért keresztény életet, sem a gyülekezet vezető, sem a tagok, sem a dicsőítők, de szeretik a kereszténységet is. Ők keresztjének. Szeretik a kereszténységet, de nem tudják, hogy mi az. Tudjátok, 1980 elején, hány évvel ezelőtt volt ez? 39 évvel ezelőtt. Okay. Én egy fiatal ember voltam. Csak egy fiatal fickó. Young teenager. Egy fiatal tinédzser. And I was sitting and praying, just sat on a chair praying. És imádkoztam, ültem egy székben, és Isten szólt hozzám. Először voltam tudatában annak, hogy Isten beszél hozzám, és nagyon fontos dolgot mondott nekem, azt mondta, te fogod az én gyermekeimet bevezetni az ő örökségükbe. Semmit nem tudtam arról, mi az örökség. Nem is hallottam a szót, hogy örökség. Nem tudtam. Nem volt elképzelésem róla. De ezt mondta nekem. És sok minden más. Több iránymutatást. És felnőttem. És azt mondtam, egyetlen egy dolgot akarok, segíts nekem, amikor találkozom a barátaimmal. De majd másnap ezt elmesélem. But that was all I asked for. De ennyit kértem. But I had no clue there was an inheritance. Nem tudtam, mi az örökség. He spoke to me again. Kicsivel ezután megint beszélt hozzám, és azt mondta, my spirit, az én szellemem be fog hozni téged ebbe, and you help others come és te pedig segíteni fogsz másoknak, hogy bejöjjenek ebbe. Later on, as I studied the Bible, aztán tanulmányoztam a Bibliát, és megragadta valami a figyelmemet, amikor Isten beszélt Mózeshez, és azt mondta, az én angyalom veletek megy, és bevisz titeket. Azt mondtam, ez az. És azután felismertem Isten jelenlétének angyalát, és ez a Szent Szellem. Ő Isten jelenlétének angyala. Testvéreim, van egy örökség. Van egy örökség Krisztusban. Szeretném, ha kinyitnánk a Bibliát. Egy János 5. All this will bless you. Ó, ez meg fog téged áldani. 1 John chapter 5. 1 János 5. Beginning from verse 11. 11-es verstől. Listen to it.
And this is the record. This is the testimony. This is the record that God. Ez az a bizonyság. Notice the tenses. Very important. Very, very important. And this is the record. És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten. And this life is in His son. Az élet az ő fiában van. Maybe I should, for the purpose of making it simpler for the younger folks, let me try to read. Lehet, hogy a fiatalabb hívőknek egyszerűbb az, ha nem a King James-ből olvasom, hanem az új King Just James-ből. Just make it a little simpler. Mert itt egy kicsit egyszerűbb. All right. This is the testimony. Ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. He's not writing to the whole world, he's writing to us. He's writing to God's people. He says, this is the record, this is the testimony that God has given to us. Bizonyságtétel, because he told you that if you would believe, you would have eternal life. Hogyha hiszünk, akkor örök életünk van. If you would believe in Jesus. Hogyha te hiszel Jézusban, te hittél Jézusban. So you got it. Megkaptad az örök életet. Figyelj. This is the testimony that God has given. Ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Aki a fiú, azé az élet. Aki a fiú, azé az élet. Milyen élet? Az örök élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ez erőteljes. I notice he no longer has the scripture on the screen. Do you have the NIV? If you have the NIV, put on the NIV. Let's see. Nem tudtátok kivetíteni ezt a verziót, de megvan nektek. Az NIV fordítás? None. Melyik King van James meg? Only. Semmelyik, csak a King James verzió. Oh, you don't have no scripture. Okay. All right. Anyway. So he says, if you have the Son, you have life. If you aki don't a have fiú, the Son, azért az you élet, don't have akiben life. Nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg Look abban. Nézd meg. Gondolkozz. Gondolkozz. He says, if you have the Son, azt mondja, the Son of God, hogyha Isten fia megvan neked, akkor van örök életed. Hogyha nincs meg, akkor nincs örök életed. Hogyha nincs meg neked, nincs örök életed. Ez nem a mennyről szól. Annak a személynek, akinek nincs élete, az élettelen. Ez a személy, akiről az ige beszélő nem halt meg, ő egy élő személy, hogyha nincs meg neked az Isten fia, nincs örök életed. Tehát, Isten nélkül élsz. Örök élet nélkül, ami azt jelenti, hogy különbség van azok között, akik rendelkeznek örök élettel, és akik nem. Még akkor is, hogyha ugyanazon város lakosságából vannak, lehet, hogy ugyanazon szülők gyermekei, az egyiknek van örök élete, és a másiknak nincs. Lehet, hogy ugyanazon munkahelyen dolgoznak, ugyanazon házban élnek, ugyanazon asztalnál esznek, az egyiknek van örök élete, a másiknak nincs. Nem a jövőről beszél, a mostról. Ő odaadta nekünk. Ő már megtette. Nézd meg még egyszer. És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Aki a fiú, azért az élet, akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abba. Aztán tovább megy, szeretem ezt. Ezeket írtam nektek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van. Szeretném, ha tudnátok, hogy örök életetek van. Miért olyan fontos ez? Mert ha nem tudod, nem tudsz ez által élni. Szeretném, ha tudnád. Ezeket írtam nektek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van. Szeretném, ha tudnátok, hogy megvan ez nektek, mert ha nem tudod, akkor másféle életet élsz, emberi életet. Mindannyian emberi lények vagyunk. Ó, drága Istenem, drága Istenem!
Tudjátok, amikor az emberek tanulmányozzák a Bibliát, néha nem tudnak megérteni pár dolgot belőle. Isten tudta ezt, hogy különböző csoportok fogják olvasni az ő igéjét, a Krisztusban csecsemők, és azok, akik érettek az Úrban. Különböző szintek vannak. Tehát amikor te egy csecsemőhöz beszélsz, és azt mondod, emberi lények vagyunk, ő ezen a szinten érti meg a dolgokat, de ez rossz. Mindaddig, míg nem tudjuk azt, hogy nem csak átlagos emberi lények vagyunk, nem tudunk magasabb szintű életet élni, mint az átlagos emberi lények. Még mindig hallotok? Nem úgy hangzik. Csak egy kicsit hangosabban. Hallotok? Nem hallotok igazán. Hello? Hello. Hello. All right, so while you're working on that, oké, amíg dolgoztok ezen. Hello. Hello. I don't think it's this. It's the microphone. It might be from there. Hello. Hello. All right. Praise God. Okay, dicsőség az Úrnak. Okay, so what were we saying? Mit beszéltünk? You see, eternal life. Látod az örök élet. Hogyha nem érted meg. Know what it is, nem tudod, ez mit jelent, if you're not conscious of it, vagy nem vagy tudatában ennek, nem tudsz ezáltal élni. You can't live it. Nem tudsz ezáltal élni. Christianity a kereszténység transforms you. That means when you become a átformál téged. Amikor te kereszténé válsz, átformálódsz, listen, nem maradsz ugyanaz. 2 Korintus 5.17 kihirdeti, aki Krisztusban van, mit jelent Krisztusban lenni? Amikor újjá születsz, akkor Krisztusba születsz bele. Bele baptizózol, belemerülsz Krisztusba. Egyé válsz vele. Benne. Rendben? Tehát te most Krisztusban vagy, Isten élete és természete a tiéd, és megszűnsz átlagos emberi életet élni. Figyeljetek! Addig, amíg nem érti meg ezt az egyház, addig vallásos emberek lesznek, inkább, mint keresztjének. Aki Krisztusban van, az egy új teremtés, 2 Korintus 5.17. Szeretném, hogyha ezt megfigyelnéd. Ha bármelyik ember Krisztusban van, ő egy új faj, egy új teremtmény, egy másfajta lény, nem az, aki volt. A Biblia szerint az emberi élet, ami a szüleinktől származik, az ki lett cserélve, nincs két természeted. A régi természeted keresztre feszítetted Krisztussal. Keresztre feszítetted Krisztussal. Most keresztjén vagy, és egy másfajta élet van benned. Egy új teremtmény vagy. Jakab 1. Jakab 1.18. A Biblia elmondja, az ő akarata szült minket az igazságnak igéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk. Egy típusa, egy fajtája a teremtményeinek zsengéje. Egy másfajta embert jelent. Egy új típusú embert, mert te új teremtmény vagy. Egy új teremtmény. Hogyha nem hiszel ebben, akkor miben hiszel? Ki vagy te?
If you don't believe, hogyha nem hiszed ezt el, hogy új teremmény vagy, what does Christianity mean to you? Mit jelent számodra a kereszténység? Miért jött el Jézus? Aki Krisztusban van, bárki, aki Krisztusban, új teremmény, a régiek elmúltak, ímé, lásd, minden újjá lett, nem csak néhány, minden újjá lett. Ez nem egy ígéret. Eljött az idő, hogy megértsék Isten emberei az ígéretek és a valóság közti különbséget. Vizsgáld meg ezt az igét, 2 Korintus 5:17. Szeretném, ha megnéznéd. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. Nem lesz. Ez nem ígéret, hogyha valaki Krisztusban van, vagy új fordítás azt mondja, aki Krisztusban van, új teremtés, ez a jelenlegi mostról beszél. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés, Isten elméjébe ő egy új teremtés. Aztán tovább megy. A régiek elmúltak, nem el fognak múlni. Nézd meg ezt megint. Ez nem egy ígéret. Elmondta, mi történt már meg. A régiek elmúltak. Ímé, lásd, újjá lett minden. Nézd meg ezt megint. Újjá lett minden. Hogy emlékeztesselek valamire az igével kapcsolatban. Oké? Isten igéje, önmaga, Isten az. Amikor beszél hozzád, ő azzá válik benned, amit kimondott. Hallotok engem? Isten igéje megnevez téged. Amikor megnevez téged, azzá válsz, amit ő kimond. Például, hogyha Isten azt mondja, hogy te kő vagy, akkor kővé válsz. Isten nem hazudhat, amit ő kimond, az meg lesz. Hogyha ő azt mondja, hogy 1930-ban születtél, és te azt gondolod, hogy ez nem így van, minden dokumentum, ami rólad szól, és minden teszt, azt fogja mutatni hirtelen, hogy te tényleg 1930-ban születtél. Amit ő kimond, az meg lesz. Nézd meg ezt, azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, ímé, és ez egy kulcs szó, amit nem szabad elfelejtened, ímé, újjá lett minden. Miért használja az ímé szót? Lásd! Lásd! Újjá lett minden. Lehet, hogy keresztény vagy, és azt mondod, hogy ennek nem kellene így lennie. Nem, a Biblia azt mondja, hogy munkálkodjatok az üdvösségeteken félelemmel. Tehát tedd valóságossá a kereszténységedet azáltal, hogy megéled. Mit teszel a gyermekkel, amikor növekszik? Segítesz neki járni, tanulni. Egy lépést tesz, és elesik. Még nem tanulta meg, aztán megint próbálkozik, 2-3 lépést tesz, megint elesik. De ez nem azt jelenti, hogy ő soha nem fog járni. Nem, ő egy gyermek, újra kell tanítanod. Mindannyian azért tudunk járni, mert megtanítottak minket. Valaki megtanította, hogy emberi életet tudjunk élni. Mert az emberi életben 2 lábbal jársz, nem sántítva. Ugyanígy van a szellemi életben. Gondolj bele, ha soha nem tanított volna senki téged, és senkit nem láttál volna járni, akkor soha nem jártál volna. Soha nem jártál volna. Kihívást intézett feléd az, hogy mások jártak, és te is olyan akartál lenni, és megtanítottak téged, és segítettek neked mindaddig, míg elkezdtél futni. Amikor felismered, ki vagy Krisztusban, és felismered, hogy mi, drága Uram, mi egyesültünk az Isten fajtával. Ezt mondja a Biblia. Egyesültünk az isteni fajtával. 2 Péter 1. Hagy mutassam meg ezt nektek.
Second Peter chapter 1. 2 Péter 1. Trying to show you who you are. Próbálom nektek megmutatni, hogy kik vagytok. Let's read. 2 Péter 1. Olvassuk. From verse 1. Az egyes verstől. Simon Peter, Simon Péter, Jézus Krisztus szolgá és apostol azoknak, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek, ami Istenünknek és megtartunknak, Jézus Krisztusnak igazságába. Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak, ami Urunknak megismerésében. Egy hónapot tudnék erről tanítani, hármas vers. Mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, nézd meg ezt. Az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket. Mindennel megajándékozott minket. Hogyha minden nekünk ajándékozott, mi megkaptuk. Mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való. Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott. Elhívott minket dicsőséggel és tökéletességgel. Nem érhetem be kevesebben. Nincs rámód. Elhívott engem dicsőségre és tökéletességre. Dicsőségre és tökéletességre. Hogy első osztályú legyek. Ennyi. Dicsőségre és tökéletességre. Negyedik vers. Ajándékozott nekünk. Nincs ígéretét. Elmondtam az embereknek, tanulmányozd a Bibliát, nincs ígéret a keresztjének számára, egyetlen egy sem. Vannak emberek, sokszor azt mondják, hogy szeretnék, hogyha Isten ígéretei beteljesednének. Melyikek? Nincs egyetlen egy ígéret sem a keresztjének számára. Meglepetés, meglepetés, meglepetés. Oké, csak a felvétel kedvéért. Van valaki itt, aki azt gondolja, hogy van egyetlen ígéret is. Egyetlen. Akkor chatben elküldheted, vagy e-mailben. Küldd el, hogyha azt gondolod, hogy van egy ígéret, ami a keresztjének számára van. Valaki itt? Mert csak mondunk dolgokat, és nem igazak, csak beszélünk. És ezért sokaknak az élete ilyen. Egyszer fent, egyszer lent. Egyszer fent, egyszer lent. Én nem tapasztaltam ilyet az életemben. Nincs olyan, hogy fent és lent, csak felfel és előre. Ez nem megvallás, a hitnek a megvallása. Az én keresztény életemben a tapasztalatokat osztom meg. Csak felfel és előre, egy irányvonal szerint. Nincsenek fent és lent időszakok. Rendben, csak elmondtam. Te hiszel az ígéretekben. And I'm wondering, really? Ragaszkodsz az ígéretekhez. Okay. Igen, tényleg, melyikhez? Valaki próbálja meg. Csak egy ígéretet említs, ami jön az elmédbe, mint ígéret. Ott van egy fiatalember, aki meg akarja próbálni. Ígéreten gondolkozol, melyiken? I'm gonna try, Pastor. Szeretném megpróbálni. Köszönöm. Every day this comes in my mind as a promise. Minden nap jön az elmébe, mint ígéret, hogy Jézus azt ígérte, hogy a Szent Szellem velünk lesz mindörökké. És a második dolog, hogy Jézus vissza fog jönni, hogy elvigye az ő embereit. All right, I'll help you out. Thank you. But okay, segíteni fogok ebben. Bárki más? Is anybody here you think yeah akinek that's right. Van ötlete? Just in case. Because I actually expected something more if you have something more that you szeretnék think more seriously. Többet, hogyha komolyan gondoljátok. I want to know. All right. Ha imádkozol ígéretekért, szeretném tudni. Psalm 37. Okay, what does it say? 37-es Zsoltár. Okay. You see, this is the problem. Ez egy probléma. You understand? This is the problem.
Ez a probléma. Sokan az Ószövetségben élnek, és azt gondolják, hogy keresztény életet élnek. Ószövetségi szinten. És az egész Ószövetség már be lett töltve, és meg lett szüntetve. Ezt mondja a Biblia. He's abolished it. Eltörölte. Okay, for example, delight thyself in the Lord, and he will give you the desires of thine heart. Really? That's an advice. You're trying to raise a child, and you're telling him that. Amikor felnő egy kisgyerek, elmondhatod ezt neki. We call them, de ez nem igaz. All truths. Ezek régi igazságok. When you have amended your constitution. Gondolj bele, amikor az alkotmányról gondolkozol, és valaki a régi törvények szerint él. What does this mean? Look at it. Very simple. Nagyon egyszerű. Mit jelent ez? Amikor Krisztushoz jössz, all belongs to you. There's nothing minden a tiéd. For him to give you. Nincs mit adnia neked. Heir with Christ. Örökös társa lettél Krisztusnak. He doesn't need to give you anything. Nem kell bármit adnia see, neked. We are carried away with this mentality of trying to get something ezzel a mentalitással élünk, hogy valamit akarunk, hogy Isten tegyen velünk, és elfelejtjük, miért jött Jézus. Megkérdeztem tőletek korábban, mi a kereszténység? Nem hiszed, hogy örökös társai vagyunk? Mit kell még kérnünk? Mit adjon meg neked a szívednek a vágyait? Már magát odaadta, királyságát, mindent. Semmi nem maradt hátra. Nothing left. Semmi nem maradt hátra. Like our brother said, ahogy a testvérünk mondta, Jesus promised that the Holy Spirit be with us forever. Jézus azt mondta, hogy a Szent Szellem velünk lesz mindörökké, de ezt a tanítványoknak mondta, mielőtt eljött a Szent Szellem, akkor még nem jött el a Szent Szellem, érted ezt? So now that you have received the Holy Ghost, most már Szent Szellemet megkaptad, hadd mutassak valamit, ami nagyon fontos. Már befogadtad a Szent Szellemet, már nem az ígéretre vársz, hanem egyé váltál vele, egyesültél vele, szétválaszthatatlanul egyesültél, nincs több ígéret. He brought you out of time into timelessness. Kivont téged az időből az időtlenségbe. Érted ezt? It's not about him being with you forever. So you're like nem azt jelenti, hogy veled lesz mindörökké, hogy reménykedsz, majd mindörökké veled lesz, már te az örökké valóságban vagy. Kívül az időzónán. Nem tartozol oda többé. Are you following this? Követtek engem? Then he says, Jesus said, "He's come back for us." És még azt mondta ez a fiatal ember, hogy Jézus vissza fog jönni. Nem ezt mondta valójában. Érdekes módon, amikor Jézus a visszajöveteléről beszél, ő a második visszajöveteléről beszél. Erre fókuszált igazán. Mit mond a Biblia erről? Nem értünk jön vissza. Az ige szerint mi vele fogunk visszajönni. See that? So he's not coming érted for us. Ezt? We're coming nem back értünk with jön. Mi fogunk vele but visszajönni. Something happens. See, before we can come back with him, de mielőtt visszajövünk, we're going to be cut away from here first. Innen elvitetünk először. Why is that necessary? Miért szükséges ez? Az átváltozás I can miatt. Take time for that today. There's a change lesz egy átváltozás, for those that did not ami be fog következni before then. Azokkal, akik nem változtak át. Are you following this? Követtek engem? So he says. Azt mondta, nézd meg ezt. Szeretném, ha megértenél valamit. Emlékszel, mikor Jézus az átváltozások hegyén volt? Mit mond az ige? A Biblia beszél arról, hogy imádkozott, és átváltozott az ábrázata, hogy imádkozott. Milyen ima volt az, amit Jézus elmondott? Hogy az eredménye az átváltozás volt. Mit csinált? És a Biblia azt mondja, mikor a tanítványok kijöttek ebből a látomásból, felismerték, hogy ez szellemi volt. Ez egy látomás, ez egy vízió volt. Látomás láttak.
átváltozott előttük. Megnyíltak a szellemi szemeik, hogy lássanak valamit, ami a szellemvilágban történt. Amikor Jézus imádkozott, átváltozott előttük. Látták az ő dicsőségét, azt mondja az ige. Does that happen to us? Velünk is megtörténhet. Igen. Two things that we do. Két dolgot. That get us transfigured. Tehetünk, hogy átváltozzunk. And the more you do them, és minél többet teszel, that transfiguration you'll experience. Annál jobban fogod tapasztalni ezt az átváltozást. Firstly. Először is. From the prayer. When you pray in az the Holy imáról, Ghost. Amikor szellemben imádkozunk. Does this in your spirit. Ezt a nyelveken való ima csinálja. Az, aki nyelveken szól, önmagát építi. Feltölti önmagát. Felépíti önmagát. Felépíti, mint feltölteni egy akkumulátort. A világosság felgyullad. Tudod, mi történik, amikor feltöltöd a telefonodat? Egyre fényesebb lesz. In Jude, a Júdás levelében csak egy rész van, a 20-as vers ugyanerről beszél. Can you read it? Elolvassátok? Read it out. Olvassátok fel. Ti pedig, szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Szellem által. On your most holy faith, praying in the Holy Ghost, right? Okay. Épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Szellem által. Itt egy bizonyos típusú imád mondott el Jézus, és látták szellemben az átváltozást. Felismerted, mikor imádkozol, ugyanígy ez megtörténik veled. Egyik fokról a másik fokra átváltozol. Minél pontosabban jön Isten igéje a szellemedben, annál jobban fény lesz a szellemedben. Ezért mondja az ige, hogy mindig imádkozzunk. Ami ima életünk vallásosnak tűnhet, hogy valamit kérjünk az Úrtól. De amikor imádkozunk, átváltozunk, és minél többet maradsz ebben a dicsőségben, annál többet tudsz hordozni, és annál több hatása lesz ennek a dicsőségnek. Hallottok engem? Itt a második pont, és ez nagyon fontos. Tudod, az elméd ajtó a szellemedhez. És ugyanígy ez a szellemednek az ajtaja kifelé, hogy kifejezd valamit a természetes világban. Gondolkozz el ezen. A Biblia elmondja, hogy változzatok el. Ugyanez a szó. Menjetek keresztül metamorfózison. Az elmétek megújulása által. Ez azt jelenti, hogy kicseréled a gondolataidat az ő gondolataival. Leteszed a testi általános természetes gondolkozásmódodat, és fogod az ő dicsőségteljes gondolatait, elképzeléseit. Átváltozáson keresztül menni az elme megújulása által, hogy megismerjük, mi Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Milyen élet? Tudod, mit jelent ez? Ez olyan, mint egy férfi, akit az emigrációs hivatal alkalmaz, és nézi a dolgaidat, és csak azt engedi át, amik átengedhetőek, és valamire azt mondja, csempészáró, csempészáró, nem átengedhető. Követtek engem? Kiveszi a csempészárót, megállítja. Ezt mondja neked el a Biblia. Hogy az elméd megújulása által megismerheted, lecsekkolhatod, és megállíthatod a csempész árut. Nem megfelelő, bármit megállíthatsz, hogy átmenjen, ami nincs összhangban Isten igéjével. Követtitek ezt? Ki vagy te? Ki vagy te? Milyen élet adatott neked? Milyen életet kell élned? Menjünk az Efézus 4-hez.
Efézus 4. Verse 24. Let's read from 24. Verse 22. 22-től hadd olvassam. From verse 22. 22-től. Now, Jeff, can you show me? I'd like to know how many minutes I got, all right? Jeff, csak mutasd meg nekem, hogy mennyi idő maradt. All right, is this a count up or count down? Ez most visszaszámláló, vagy nem visszaszámláló. All right, so I said Ephesians chapter 4, tehát Efézus 4, and we're reading from verse 22. Olvassuk. Oh dear. All right. Take it from verse 21, so put it in context. If so be that ye have heard him, and have been taught by him, ugyanőt megértettétek, és ő benne megtanítottatok úgy, amint az igazsága Jézusban, hogy levetkezzétek a ma régi élet szerint való embert, mely megvan romolva a csalátság kívánságai miatt. A te régi életedet vedd le. Vedd le. Szeretem ezt. Because that old nature has been crucified Mert with Christ. So ez az ó ember megfeszítetett Jézussal. Már meghalt. Nem kell hordoznod. And be renewed in the spirit of Megújuljatok pedig a ti elméteknek. Be renewed in lelked szerint. Újulj meg a gondolkozásmódba. Gondolkozz másképpen. Gondolkozz másképpen. Most már Isten gyermeke vagy. Nézd meg ezt. És felöltözzétek. Put on like you sink into your trousers. Fel, hogy felveszed a nadrágodat. Put on. És felöltöztétek az új embert. I like this. Szeretem ezt. Mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Istennek a képmására teremtetett. Isten képmására igazságban és tökéletes szentségben, igazi szentségben. Nézd meg ezt itt. És aztán azt mondja, azért levetvén a hazugságot szóljatok igazságot. Miért? Te nem küzdködsz, hogy ezt megtedd, mert Istennek a természetét kaptad meg, és ez a természetes számodra, hogy olyan életet élj, amit kell élned. 1 John chapter 3. 1 János 3. 1 John chapter 3 verse 9. 1 János 3, 9. Have you seen it? Látjátok? Whosoever is born of God does not commit Senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől született, mert benne marad annak magva. Did you hear that? Hallottátok ezt? Anybody who is born of God does Bárki, not sin. Aki Istentől született, nem vétkezik. Now, nem cselekszik know, theologians have tried and wrestled with that verse. I didn't see why they should wrestle at all. They wrestled ezzel az igével, mert amit látnak, az más, mint az ő megtapasztalásuk. A legjobban próbálkoztam, hogy ne bűnözzek, hogy ne vétkezzek, és megint elkövettem a bűnt. Az életük jobban összhangban van azzal, amit Pál ír a Róma 7-ben, amikor azt mondja, hogy nagyon nehéz azt tennem, amit nem szeretnék. Amit nem szeretnék tenni, azt teszem. És amit nem szeretnék tenni, azt teszem. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből? De elfelejtették, hogy megadta a választ. Ez a törvény alatt élő embereknek szól. De ő megadta a választ. A válasz Jézus. Nincsen azért már semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem teszt szerint járnak, hanem szellem szerint. Right? Igaz? A válasz egyszerű. Járj szellembe. Galata 5:16. Szellem szerint járjatok, és a testnek kívánságait véghez ne vigyétek. Egyszerű. Ez az én nehézségem. Hogy lehet ez nehéz? Nem nehéz a halnak úszni. A vízbe született. A vízben él. Amikor újjászületsz, a Biblia azt mondja,
szellemben született újjá. És aztán elmondja, Róma 8:9, te már nem testben vagy, hanem szellemben. Hogyha nem lettél megtanítva, nem tudod ezt. Lehet küzdködsz. Uram, szeretnék szellemben lenni. Hol voltál eddig? A probléma nem szellemben lenni, hanem valaki a testben marad, és Isten azt mondja, gyere vissza, a te természetes környezeted és életed a szellem. De nem lettek megtanítva, honnan tudnák? Nem ismerik, ezért nem értik, ezért járnak sötétségbe. A dolgok egyszer fent, egyszer lent. Nem működnek megfelelően a dolgok. Egyik beteg, másik meghal, harmadik összetört, negyedik koldul. Istenek vagytok ti, és a magasságos Istennek fiai, mégis úgy haltok meg, mint közember, egy ok miatt, mert nem értették meg, és nem tudták, ezért sötétségben jártak. Mit mond a Biblia? Kik vagyunk mi? Te vagy a világ világossága. Nem vagy a sötétségben, hanem a világosságban. Nem vagy a sötétségben. Látod? A szellemben születtél. Te a szellem gyermeke vagy. Az igének a gyermeke, ez azt jelenti, hogy mi vagy az ige, ami manifestálódott, bemutatod az igét. Miről szól az ige? Ez egy tükör, amikor tanulmányozod, magadra nézhetsz. Világítasz, világítasz, mindig, mikor tanulmányozod, és aztán azt az életet éled, amit láttál az igében. És aztán felismered, hogy a keresztény életed telve van örömmel, izgatottsággal, és nem akarsz valamit Istentől majd. Az én tapasztalatom, hogy túl sok mindent kaptam. Elfutok egyszerűen dolgoktól. Semmit nem kell Istentől kérnem. Másokért imádkozom. Semmire nem tudok gondolni, amire szükségem van. Mit kérek az Úrtól? Mit szeretnék, hogy tegyen értem? Nagyon nehéz számomra. Nagyon nehéz. What will I ask God for? Mit kérjek Istentől? Mit szeretnék? Amikor megérted, hogy ki vagy, és felismered, hogy csak gondolat által, ha csak gondolok rá, hogyha vágyat fejezek ki, nagyon gyorsan jön hozzám a válasz. Be kell zárnom az elmémet, hogy vágyjak valamire, vagy akarjak valamit, mert nagyon gyorsan jön hozzám, hogyha csak vágyom rá. Ez az én életem. Ez az én életem Jézus Krisztusban. El kell terelnem a gondolataimat. Nehéz magamnak kívánni dolgokat. Neked kívánom. Köszönöm az Úrnak. Neked kívánom a dolgokat. Meg kell értened. Minden a tiétek. Örökös társai vagyunk Krisztusnak, és ezek nem üres szavak, testvéreim. Ezek nem csak üres szavak. Amikor te éled az életed, szeretném kifizetni a számláimat. Honnan származol? Látod, ez arról szól, hogyan nevelkedtél fel. Ez arról szól, hogyan nevelkedtél fel. Hogyha úgy nőttél fel, mint herceg egy királyságban, aki érti, mi az a királyság, akkor te is a kollégáid nem ugyanazok vagytok. Ők ki akarják fizetni a számlájukat, te nem gondolkozol ezen, nem is gondolkozol, hogy vannak számláid. Nem tudod, nem vagy tudatában, mert el van intézve, megtörténik, anélkül, hogy
zavarna téged, vagy fusztrálna. Amikor felismertem ezt az igében, így kezdtem el élni. Csak így kezdtem el élni. És neked is ezt tanácsolom. Neked is ezt tanácsolom. Hogy ne élj igákkal. Imádkozom érte. A semmiért aggódsz. Hasztalan. Ezért vannak bizonyságaink. Köszönöm, Uram, köszönöm az Úrnak, hogy új ilyen és ilyet kaptam, hogy meg tudtam ezt venni. És gondolkozok, drága Jézus. Hallottad, amit mondtam? Nem hallottad, amit mondtam? Hallottál, de nem értettél meg. Igen. Azért imádkozni, hogy megkapd az áldásokat emberi módon, soha nem működik. Úgy fogsz elfordulni, mint Izrael népe is elfordult. Járj szellembe. Halleluja. Halleluja. Amikor szellemben jársz, csodálkozni fogsz. Minden, amit csak akarhatnál, azon az úton van, amire Isten elhívott, hogy azon járj. Ott van. Tudod, lehet én is egy küszködő ember voltam. Nem tudom. Amikor kezdtem a szolgálatot, és imádkoztam. Ott feküdtem az ágyamban, imádkoztam és böjtöltem. És volt egy nap, közel feküdtem a falhoz, imádkoztam, és aztán egy erős szellő kijött a falból, és rám fújt. És ez csodálatos volt, hogy kijött a falból, és tudatában voltam annak, hogy egy hang szól ebből a szellőből, és azt mondta, bármire, amire szükséged van, azzal kapcsolatban, amire elhívtalak, már el van készítve régóta minden. Tehát, tudtam, hogyha minden el van készítve nekem, már régóta csak mennem kell. És minden pont azt mutatja, hogy többet kaptam, mint elegendő. Figyeljetek, tanulmányozni az igét, figyelni rá. Vágyni Isten igéjére nagyon fontos. Miért? Mert amikor tanulmányozod, megvilágosodsz, informálódsz, felfrissülsz, megerősödsz, és meglátod, hogy Isten kegyelme működik a te életedben. Majd úgy találod magad, hogy azon az úton jársz, amire elhívott téged. Mindannyian el vagyunk hívva másra, különböző célok Istentől. Senki nem született a semmiért. A te életednek jelentősége van, célja van. Ismerd fel ezt a célt. És Isten írott igéjén keresztül ismerheted fel, hogyha megnyitod az elméd, és megérted, hogy Isten igéje Isten, ne felejtsd el soha ezt. Ez azt jelenti, hogy amikor tanulmányozod az igét, Isten maga beszél hozzád. Teljesen mindegy, mit olvasol, történelmet. Lehet, hogy az Ószövetség Izrael népéről beszél. Isten beszél hozzád, és oktat téged. És ahogy oktat, információkat oszt meg a mai nappal kapcsolatban. És olyan gondolatokat ad neked, amikre most van szükséged. És aztán Isten bölcsessége kijön az üzenetből, és bemegy a szívedbe, és majd úgy találod, hogy a bölcsesség, az ismeret és a megértés útján jársz.
ez nagyon fontos számodra. Ezért mondom az embereknek, menjenek gyülekezetbe, legyenek tagok, mert Isten házába tanulni fogsz. És nagyobb esélye van, hogy megtanulsz valamit, mert tudod, ő családokat vezet. Ezek a gyülekezetek az ő családjai. Tehát legyél tagja egy gyülekezetnek. Ne azt mondd, hogy majd én tanulmányozom az igét otthon. Nem elég. Legyél Isten házába. Isten házába Isten igét tanítják, és itt tudsz tanulni és növekedni. Ne így vallásos életet, hanem igazi keresztény életet. És amiről már korábban beszéltünk, 2 Péter 1, 3-as verstől. We got to verse 3, right? 3-as verstől olvassuk. Mivel, hogy az ő Isten ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, 4-es vers, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket. Látjátok ezt? Elmondtam, hogy nincsenek ígéretek. Tehát te azt gondolod, hogy ő nekünk adta ezeket az értékes ígéreteket. Felismerted ezt? Hányan ismertetek fel valamit? Mit láttok? Szeretném egyszerű módon megmagyarázni. Hányan kaptatok már olyan csekket, vagy adtatok olyan csekket, ami fizetésről szól? Hogyha adsz nekem csekket, vagy én adok neked, egy bizonyos összegről, $5,000, dated 15th of August. All right? Azt ígérem, okay, hogy augusztus 15-én fel tudod venni. And you went to the bank. És elmész a bankba. And the money was not there. És nincs ott a pénz. What's that? Mi ez? What? No, is that a nice thing? Ez szép dolog. Ez bűncselekmény. You're gonna have trouble with the police. A rendőrökkel találod majd magad szembe. Because I issued a payment that was not there. Mert adtál nekem egy csekket. But here's the thing. Egy összegről, ami nincs ott. De itt van még egy dolog. Actually a promise. Ez a csekk egy ígéret. It was a promise. Egy ígéret valójában, hogyha bemész a bankba, ott lesz a pénz. Ez egy másfajta ígéret, mert ha bemész és nincs ott, ez bűncselekménynek számít. Tegyük fel, nem írok csekket, és írok egy üzenetet neked, és azt mondom, $5,000 adok neked ezen a napon. Augusztus 15-én. És eljön az augusztus 15, és nem kaptad meg. Hívsz engem telefonon, és azt mondom, dolgozom rajta. Ez bűncselekmény? Nem. Ez nem bűncselekmény. Ez ígéret, de nem bűncselekmény. Mi a kettő közti különbség? Mi a különbség? Az egyik mögött egy kormányhatalom áll. Látod? Egy kormány általi ígéret. Ez a kettő közti különbség. Egy másik személy is be van vonva. Ez a különbség.
egy másik személy is be van vonva itt. A második esetben csak kettőnk között történt a megállapodás. Ezt mondja el. Ilyenfajta ígéret van megírva 2 Péter 1:4-be. Ezek az ígéretek az isteni erő által adattak, mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, annak megismerés által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg minket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek. Itt nem a megfelelő szó van. Bármennyire gyönyörűnek is tűnik, nem ezt mondja a görög. Nem részesei az isteni természetnek, fies fűziós használja. Ez nem részesei az isteni természetnek. Nem isteni természetet jelöl itt az ige, hanem Isten fajtát. Mint úgy mondjuk emberi fajta, emberfajta. Nem csak munkatársakká tett minket, hanem részes társakká, és akikkel megosztja ezt, akik ellettek hívva, hogy közösségbe legyenek az Isten fajtával. Azt gondolod, hogy ezen a helyen emberek vannak közösségbe, de ez más. Újjászülettünk, Krisztusba vitettünk bele. Nem csak Krisztus ismeretébe, hanem Krisztusra való egységre lettünk elhívva. Ez munkatársakká tesz minket a mennyei Pantheonba. Nem vagyunk természetes emberek, hanem megosztói a mennyei természet fölötti életnek. Nem a megfelelő szó szerepel itt, mert itt erősebb szó szerepel, mint a természet. Ez közösségét jelenti az isteneknek. Isten fajta teremtményeknek. Ez egyszerű, oké. Mit mond az 1 Péter 1:23? Mint akik újonnan születtek, nem romlandó magból. Ennyi, ezt mondja. Mit mond az 1 János 4:17? Olvassátok el, 1 János 4:17. Mit mond itt az ige? Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához. Hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. Hol e világban? Ahogy ő van. Itt van, amit tehetsz a te életedben. Róma 13:14. Have you seen it? Látod? This is the biggest thing. Ez a legnagyobb dolog. Látjátok? Olvassátok. Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust. Mit vegyetek fel? Put ye on the Lord Jesus. Az Úr Jézus Krisztust. This is the secret. Ez a titok. This is the secret. Ez a titok. Consciously. Tudatosan. Put on Christ. Vedd fel Krisztust. Sink into him. Merülj el benne. Hogy veszed fel Krisztust? Ez másnapi történet. Mert meg kell mutatnom, de egy más időben. De itt egyszerű. Egy új környezetbe lettél téve. Nézd meg, Kolossé 2:6. Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járjatok ő benne, ebben az új környezetben. Krisztusban kell járnod, Krisztusban kell járnod. Hogyha ott vagy a kocsidban, más környezetben vagy, klíma van ott, kívül forróság van, de te a kocsidban vagy, és azzal mész, és más környezetet élvezel, mint a fickó kívül.
Te most Krisztusban vagy, egy új környezetben, amikor mész a munkahelyedre, ebben a környezetben vagy, ahogy Izrael népe egy saját atmoszférát hordozott, amikor kijött Egyiptomból az ígéret földjébe. Este tűzoszlop, nappal pedig felhőoszlop, hogy megvédje őket. Meg volt a saját környezetük, neked is van saját környezeted, Krisztusban vagy, és végül emlékezz, egy vagy ő vele, elválaszthatatlanul, egy vagy vele. Amikor hazamész, gondolkozz másképpen. Ne könyörögj az egészségedért, ne könyörögj az egészségedért. Ez pofon az ő arcára, ne könyörögj az egészségedért, ez olyan, mint hogyha könyörögnél a reggelidért, a vacsorádért, jobban szeret téged ennél. Azt gondolod, nem tudja, hogy probléma van a testeddel, a szíveddel, vagy migréned van, amitől szenvedsz? Mit gondolsz erről? Ő azt mondja, kelj fel, legyél teljes. Minden, amit tenned kell, hogy használod, az ő nevét. És mondhatod a Jézus nevében. És azt mondod, parancsolom, hogy múljon el a fejfájás. Parancsolok a migrénnek. Tanuld meg használni Jézusnak a nevét. Használhatod. Lehet, hogy nem működött, érted? Mert csak hívtad. Ez egy életstílus. Meg kell, hogy legyél tanítva. Növekedned kell ebben. Egy környezetben kell élned. Hallasz engem? Használd Jézus nevét. Használd, gyakorold. Hallod, amit mondok? Kezd el gyakorolni Jézus Krisztusnak a nevét az egészségeddel kapcsolatban, mindennel kapcsolatban. Bármit tesztek, szóval vagy tettel, tegyétek Jézus Krisztus nevében. Készen álltok, hogy használjátok ezt a nevet? Használjátok ezt a nevet? Itt az idő, hogy használjuk. Nekünk adta, mint eszközt. Jézusnak a nevét használni fogod most. Bármilyen ajtót kinyit. Teljesen mindegy, mi a probléma. Eljött az idő. Legyél kész használni Jézus nevét. És mivel Isten gyermeke vagy, jogod van visszautasítani mindent, ami az életedben nem Istentől van. In the name of Jesus. A Jézus nevében. Are you ready? Készen álltok? Are you ready? Készen álltok? See, we're in authority in this Mi space right a hatalom now. Helyén vagyunk most. And because we're in authority És mivel hatalmat gyakorlunk right now, ezen a helyen, guess what? Tudod Every mit? Sickness, minden betegség, és te, aki otthonról nézel, most Isten ereje nagyon erős. Teljesen mindegy, mi bajod van. Isten ereje, az erő jelen van. És most minden betegség meghajlik, és a gyengeségnek minden szelleme meghajlik. Nem állhatnak meg az ellen, amit mi kihirdetünk. Teljesen mindegy, milyen gyengeséggel jöttél a Jézus nevében, most elhagy téged. Készen állsz erre? Okay, from wherever you are. Bárhol vagy most. If you came in here. Hogyha ide jöttél, bármilyen problémával, amit kell tenned, stand up on your feet. Hogy felállsz a lábadra. The moment you get up, amikor felkelsz,
azt mondod, viszlát az előző kondíciónak, betegségnek. Ugyanez történik az otthonodban is. Elhagy téged ez a probléma, elmegy tőled. Thank you, Lord Jesus. Köszönöm, Úr thank Jézus. You, can you just raise your hand and thank felemelitek a kezeiteket, thank és him for hálát adtátok neki. Köszönöm meg a kegyelmét, szeretetét, kedvességét. Thank him. Köszönöm meg neki. That tumor leaves you right now. Elhagy téged ez a tumor a Jézus nevében. I command the pain to go. Parancsolok a fájdalomnak, hogy elmegy, és nem tér vissza a Jézus nevében. A hátfájdalom meggyógyul, meggyógyul a gerinced, átmegy rajtad Isten ereje a Jézus nevében. Fogad a gyógyulást most, fogad a gyógyulást a testedbe a Jézus Krisztus nevében. A te szemeid meggyógyulnak a Jézus nevében. Szólok a szemeknek, hogy látni fogtok, elmegy a gyengeség a Szent Szellem ereje által, és nem tér vissza a fejfájás. Elment örökre, nem fog visszatérni. Köszönöm, Úr Jézus! A bal oldalon a fájdalom a kezedtől indul, és elmegy most. Nem tér vissza a Jézus nevében. Köszönöm, Uram, köszönöm, Uram. Köszönöm, Uram. A Szent Szellem ereje. Csak fogadd a gyógyulást. Most ez érted, történik. Fogadd a gyógyulást. A te egész testedbe. Az éjt elhagy téged most. Nem tér vissza. Nem tér vissza a Szent Szellem ereje által. Aki légzés problémákkal küzdködsz, nehéz lélegezned, meggyógyulsz. 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 Meggyógyulsz Jézus nevében.